Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten több témát hoztam Önöknek, szeretnék beszélni ö, elsősorban az orosz elnökválasztásról, utána szó lesz a fronthelyzetről Ukrajnában, utána arról beszélek, hogy ki fog harcolni az utolsó Ukrán után, majd hazai vizekre vezünk. a miniszterelnök beszédét és Magyar Péter zászló bontását is értékelni fogom. Az elején a szokásos módon megköszönöm azoknak, akik már feliratkoztak a csatornánkra, akik egy lájkot like nyomtak, vagy megosztották a műsort másokkal. Azt szeretném kérni, hogy aki még nem tette, az feltétlen segítsen nekünk átverni az algoritmust, hogy minél több emberhez eljusson a tartalom. Köszönöm szépen! A műsor címét úgy választottam, hogy az orosz elnökválasztás eredményét mutassa, ez a 87,82 százalék, és azért választottam az elnökből cár címet, mert Putyin elnöknek ez most már talán az ötödik ciklusa, és a 2020-as alkotmány módosítás után most már nincsen limitálva, hogy hányszor lehet újra választani, és akár 2036-ig is elnök maradhat, hogyha 2030-ban majd újra választják. Tehát ilyen szempontból szó szer szerint, vagy a szó átvitt értelmében inkább cár lett, tehát egy kvázi örökös uralkodó, ugye most 72 éves, azt látjuk, hogy hogy még ha, ha 12 évet kormányoz, akkor annyi éves lesz egy kicsivel több talán, mint most Joe Biden. Miért fontos az orosz elnök választás? Az idei évben több fontos választás lesz, nyilván a tájvani választás január végén volt az egyik fontos, és hát a sok-sok fontos választás között, mint most a pakisztáni, vagy nem sokára az indiai választás, az európai parlamenti választás, de az orosz mindenképpen fontos illetve majd november 5-én az amerikai elnökválasztás. Tehát úgymond egy fontos választáson vagyunk túl. Hát itt kevés meglepetéssel számoltunk, Tudható volt, hogy Putyin elnököt meg fogják választani. Igazából az újraválasztásának a mértéke volt a kérdés, főként a nagyvárosokban, főként ugye azokban a nagyvárosokban, ahol mondjuk még egy ilyen 4-5 éve tüntetések voltak Putyin elnök és a rendszere ellen. Nagyjából ez 30-35 orosz nagyváros volt. De nem csak az urától innen, az uránon túl is voltak azért tüntetések. És hát igazából az a kérdés, hogy majd, hogyha jobban látjuk a számokat, a akkor hogy, hogy, hogyan alakult Szent Szentpéterváron, vagy, vagy Moszkvában ez a szavazás. Ugye voltak további jelöltek is, kommunista jelölt, liberális jelölt, nacionalista jelölt, tehát több, több jelölt versenyzett, tehát Putyin ezt a 87-es százalékot kapta majdnem 88-at, és ezzel ugye meg, meg újra választották. Tehát miért volt ez fontos? Mi volt ennek, a, úgy tetszik, a tétje? Ugye Putyin elnök már, amióta elindította az ukrajnai támadását, egy különleges katonai műveletről beszél, ami nem háború, ennek több oka van, erről már én is sokat beszéltem, más elemzők is sokszor elmondták. Ugye, hogy a háború az egy teljesen más jogi kategória lenne, tehát például a mozgósítást el kéne rendelniük, illetve ugye például nem lehetne például választásokat sem tartani, vagy, ami talán fontos, hogy a társadalmat is valamilyen módon mozgósítani kéne, ez még nem történt meg teljesen, pláne nem a nagyvárosokban, tehát ezért is kellett Putyinnak úgymond a választásokig az oroszok kedvében járni, legalább a nagyvárosi középosztálynak a kedvében, ezért is például a, annél a csendes mozgósításnál, amit Oroszországban látunk, főként a periféle a, a börtönök és a szegények, vagy a szegényebb régiók voltak azok, ahol toboroztak, tehát nem a középosztály, nem a nagyvárosi oroszok körében. Ö, ott ugye önkéntesnek lehetett jelentkezni, de azért ez nem volt annyira vonzó. Pláne a moszkvai vagy szentpétervári fizetésekhez képes, mondjuk az a 2000 dollár körüli pénz, amit a hadseregben lehet kapni úgy, hogyha az ember meghal, akkor ugye csak rövid ideig kapja ezt a zsoldot, tehát ez nem volt annyira vonzó. És hát ugye 100 ezer orosz férfi menekült el az országból, amikor 22 őszén elindult a mozgósítás, akkor azért nagyon sokan, főként a katonakorú városi középosztálybeliek köréből külföldre mentek, tehát ugye ennek így úgymond takaréklángon kellett a háborút folytatnia, az is fontos volt, hogy bár átállították a gazdaságot hadigazdaságra, és nagyon megnőtt a, az orosz költségvetésen belül a hadik kiadásoknak az aránya, de még nem az a totális hadigazdaság, ami Oroszországban van, ha az ember a TikTokon néz filmeket az orosz szupermarketekről, vagy az átlag orosz hétköznapokról, akkor azt látjuk, hogy hát széles a választék, nyilván a nyugati termékek eltűntek, vagy mondjuk akinek nyugati autója van, az szívhat, mert a szankciók például a, a nyugati gyártmányú autóknak a szerviz szoftverét is érinti, tehát a gyári garanciát uti elveszíti, és hát biztos találnak megoldást, hogy, a, hogy az autónak a számítógépét hogyan tudják kiértékelni, ha nem is mondjuk a gyári szoftverrel, hanem valamily biztos meg tudják javítani, meg tudnak alkatrészt is szerezni, de hát ez, ez, ez más, ez, ez nem, az a, nem az az érzés. És hát nyilván, amit talán sokan látunk ezekből a filmekből, amelyek az oroszországi hétköznapokról tudósítanak, hogy a, nem csak a nyugati, mondjuk telefonmárkák tűnnek el, vagy, 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 vagy nehezebb hozzáférni, pláne az alkatrészekhez, a, 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 a frissítésekhez, hanem bizony a, 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 a teherautómárkák, a gépek, a buszok, és hát ezeket kínai termékek váltják fel, tehát a kínaiak átveszik a kivonuló ö, nyugati cégeknek a piaci részesedését, és hát az oroszok új kínai márkákkal ismerkednek meg, vagy hát mondjuk azokat a az alkatrészeket, amiket eddig nyugatról kaptak, meg autógyártáshoz, ezeket is a kínaiak ö, ö, váltják ki. Tehát ez, ez, egy, ez egy komoly váltás. Tehát a Putyinak erre figyelni kellett, és most, hogy megvolt a választás, most már talán kevesebb tekintettel kell lennie ö, ezekre a középosztálybeli rétegekre. Egy visszaemlékezést engedjenek meg, én hát pont 20 éve voltam Oroszországban választási megfigyelő. 2004 márciusában az ebesz az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel mentem ki Oroszországba választási megfigyelőnek. Ezt a Varsói Iroda szervezi, és választási megfigyelőket akkor még hívtak az oroszok, most nem hívták az ebesz megfigyelőket, és képzeljék el, hogy ugye Moszkvába mentünk, ott az Ukrajna szállóban laktam, ez egy ilyen sztálinbarok felhőkarcoló, még, a, még az 50-es évek diszkrét bájával, és, és ott kaptuk az eligazítást, majd engem úgy sorsoltak, hogy, hogy először Kazányba repültünk Moszkvából, hogy ez a Volga folyó mentén van, és Tatárföldnek a fővárosa, talán Budapestről lehet repülőjárattal most is, most nem, de a háború előtt lehetett menni, és képzeljék el, hogy onnan Kazányból még autóval mentünk keletre, Nabereznie Cselnébe, ami a Káma folyó partján van. A legenda szerint ott fordult vissza Julianus barát, és onnan hozta a mongol támadásnak a, a hírét, amikor onnan visszajött. Tehát nagyjából addig jutott el. És hát én e Cselni, egy 300 ezres ipari város, a KAMAZ teherautókat, buszokat gyártják ott. Tehát egy ilyen ipari város, és ott voltam választási megfigyelő, és már akkor, ugye, amikor ebeszes sapkában, ebeszes karszalaggal, ebeszes ilyen irattáskával arra is jó nagy betűkkel rá volt írva, hogy ebesz, oroszul is, hogy az oroszok is értsék. Megérkeztünk a választási helységekbe, akkor, ahogy most is a képekkel, láttam, már húsz éve is mindenhol voltak rendőrök, és hát az orosz törvények szerint akkor legalábbis nem lehetett rendőröket beengedni a választási helységbe, és hát megkérdeztük a választási bizottság vezetőjét, hogy hát miért vannak rendőrök, és mindenhol azt a választ kaptunk, hogy terror fenyegetést kaptak, és hát biztonságban érzik magukat a rendőrök miatt. Akkor Putyin elnök még független jelöltként indult, nem az Egységes Oroszország pártnak, az ottani állampártnak a jelöltjeként, és ugye minden szavazókörben volt Putyin elnök független jelöltnek egy független választási megfigyelője, és hát mindenhol voltak már akkor is, a kis falvakban is, olyan orosz egyetemisták a környező nagyvárosokból, akik azért kaptak pénzt, meg egy ilyen széldzsekit, általában már a soros hálózathoz sorolt NGO-któl. Hogy, hogy, este be kellett gyűjteniük azt a jegyzőkönyvet, amin a szavazókörnek az eredménye volt, és akkor egy ilyen alternatív szavazat rendszer már akkor is működött, és hogy, hogy ők is megpróbálták összesíteni a szavazóköröknek a, a, az eredményét. Hát ezek voltak a 20 évvel ezelőtti kalandjaim, akkor még talán Zsirinovszki sofőre indult, tehát az se volt egy éles verseny, de ami emlékezetes maradt számomra, hogy amikor visszaértünk utána a választás után Moszkvába, és ott az EBESZ megfigyelői elmesélték a tapasztalataikat, akkor akik Szentpéterváron voltak megfigyelők, azt mesélték, hogy ott volt egy időközi választás, és az orosz szavazólapon van egy olyan sor, hogy egyiket sem. És hogy Szentpéterváron az időközi választáson az egyiket sem nem nyert, mert olyan rossz jelöltek indultak azon a pótválasztáson. Hát ezek voltak így nagyjából a 20 évvel ezelőtti kalandjaim, hát azt láttuk, hogy, hogy mindenhol ugyanazokat a válaszokat kaptuk, és hogy mindenhol ugyanaz a helyzet is volt. Ugye annyi változás történt azóta Oroszországban, hogy van olyan választási helység is, ahol egyfajta ilyen beolvasó gépbe, mint régen a faxkészülékek voltak, olyanba teszik a szavazatot, és ez úgymond digitálisan összesíti a szavazatokat hát meglátjuk. Hoztam a New York Timesból ból egy cikket, ami az orosz választás hírei gyűjti össze. Ugye itt, hogyha nézzük a képeket, akkor látunk egy, egy moszkvai utca képet, hogy ez a V betű, a Vibor választás oroszul, ugye ez a nemzeti színekben ez a V betű, ezt viselték, ezt a V betűs kitűzőt viselték a szavazatszedők, és azt is látjuk, hogy, hogy a következő képen látjuk Putyin választási központját, ugye ő, ő, ő mint jelölt értékelte a választást, látjuk a nagy nemzetközi érdeklődést, és hát ha még lejjebb megyünk, akkor szavazófülkét látunk, szavazóhelységet, és, és különböző életképeket az orosz választásról. Igen, tehát azzal, hogy megválasztották Putyint elnöknek, ő most már úgymond szabad kezet kapott, most már kevesebb tekintettel kell lennie a politikai körülményekre, attól még persze nem fog háborút hirdetni, mert ők a, a puskaport egy nagyobb konfliktusra a NATO-val, vagy a NATO országok katonáival való ütközésre tartogatják. Tehát ugye azt látjuk, hogy Oroszország és Kína között egy orosz szempontból határtalan együttműködés van. Ugye ők azt mondják, hogy például 10 éven belül szeretnének atomerőművet létrehozni a Holdon, tehát a rossz atom és a kínai Űrkutatási hivatal, tehát azt látjuk, hogy nagyon ambiciózus terveik vannak. Ugye ja, van egy ilyen verseny, Elon Musk már árulja a telkeket a holdon, de ugye akkor a másik részén a holdnak az oroszok akarnak ilyen atomerőművet. Nyilván azért is, hogy, hogy a, a holdról majd a távolabbi bolygókra az utazáshoz legyen energia tehát érdekes tervek, de itt az a fontos, hogy Putyin elnök ö, most már ott van, és hát ugye talán emlékeznek a nézők, erről is beszéltem, hogy Kínában Xi Jinping is például eltörölte azt a limitet, hogy, hogy csak kétszer lehessen valaki Kínában pártfőtitkár és államfő, tehát azt látjuk, hogy Xi Jinping is tovább velünk marad, és hát Putyin elnök a mostani választás után is, mint mondtam, a 30-ban újra választják, legalább 2036-ig ő is orosz államfő maradhat, tehát azt látjuk, hogy Putyin forever, tehát nagyon sokáig kell azzal számolnunk, hogy ő irányítja Oroszországot. Talán ennyi fontos erről a témáról, ugye Alexei Navalny nevét kell még említeni, aki egy hónapja meghalt, Putyin most mondta ki először a Nevét, és hát ugye elismerte azt, amit a nyugati sajtóból már ismerünk hogy egy fogoly cserére került volna sor, hogy száműzték volna Neválni itt Oroszországból, azzal a feltétellel, hogy soha többé nem teheti lábát orosz földre, és hát ugye Putyin sajnálattal vette tudomásul, hogy meghalt, és nem tudták már kicserélni olyan oroszokra, akiket nyugaton tartanak fogva. A felesége Berlinben szavazott, és az orosz ellenzék egy olyan akciót kezdett, hogy délben Putyin ellen szavazni, tehát a különböző orosz képviseleteken és Oroszországon belül is délben. Jelentek meg azok a szavazók, akik úgymond a rendszer ellen akartak szavazni, és hát vagy áthúzták a lapot, vagy érvénytelenül szavaztak. Tehát ez volt egy ilyen akció, de hát azt látjuk, hogy, hogy érdemben ez nem befolyásolta az orosz elnökválasztásnak a kimenetelét. Nézzünk egy másik témát, szokás szerint áttekintjük a fronthelyzetet Ukrajnában. Igazából a múlt héthez képest nem sok változás történt. A ja, múlt héten már arról beszéltem, és meg is nézhettük a filmet, hogy az oroszok most már a harmadik vagy negyedik Ebremsz tankot lőtték ki, és most már összeállt a kép, hogy ez hogyan történhetett. Ugyanis, amikor Avdívkát elfoglalták az oroszok egy négy hónapnyi ostrom után, akkor az ukránok ezt az időt nem arra használták, amit mond Mondtak, tehát blöfföltek magyarul, hogy védelmi állásokat építenek ki Avdívkától nyugatra, hanem igazából annyi történt, hogy nem épültek meg ezek az állások, hanem sokkal inkább elit ukrán nehéz dandárokat kellett bevetni, Pont a 47. nehéz dandárt, amely ezekkel az ebremszekkel lett felszerelve és nyugati kiképzést kapott, vagy az Azov Brigádnak, vagy ezrednek a harmadik rohamezredét, amely szintén egy elit alakulatnak számít az ukrán hadseregen belül. És hát ezt a, az orosz áttörést ezeknek az ukrán elit alakulatoknak kellett megállítaniuk, amelyek, látjuk, 3-4 Ebrems kilövéséről van fényképes bizonyítékunk. Ebből az egyik egy ilyen műszaki, mentő jármű volt, de az is Ebrems alvázon és Amerikából érkezett a frontra, tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy az ukránok meg tudták állítani az oroszokat, de óriási veszteségek árán, és ez azt is jelenti, hogy ez a stratégiai tartalék nyilván sérült, és hát nem tudjuk, hogy kapnak-e majd még új Ebrems tankokat az elvesztett tankok helyére. A Bradley-ket pótolták az Amerika, azt megígérték, ugye volt ilyen nyilvános ígéret, hogy a, hogy a, a 23 júniusában a Bradley téren füstölgő ilyen páncélozott csapatszállító járműveket az amerikaiak legalábbis az első körben pótolták, és hát most is találtak még 300 millió dollárnyi amerikai katonai segélyt, Dánia is talán még 300 milliót talált, tehát azt látjuk, hogy már egyre kisebb tételben tudnak a nyugatiak segíteni, és nem csak azért, mert ott sincs pénz, hanem azért, mert nincs mit átadni. Tehát Amerikában nincs politikai döntés, a kongresszus továbbra sem szavazta meg a a, a, legalábbis a képviselőház nem szavazta meg ö, annak a nagyjából ö, 60 milliárd ö, dollárnak az Ukrajnába küldését, amit Joe Biden már nagyjából egy bő fél éve kér és azt látjuk, hogy Nyugat-Európában pedig nem nagyon van mit átadni, hiszen már a, amit tudtak, azt átadtak, vagy, vagy amit már az ukránok kérnek, hogy a német-taurusz rakétákat, azokat meg nem adják oda. Tehát most megállt a front, igazából ami újdonság, ami talán az idő előre haladtával változást jelent, az az, hogy jön az esős időszak, a tavaszi esős időszak, ami most indul nagyjából, akár a holvadása miatt, akár az eső miatt, Miatt, és május közepéig, május végéig tart. Ilyen szempontból azt látjuk, hogy most a katonai cselekmények valamelyest lelassulnak az időjárás miatt, és hát nyilván ugye ez az erőgyűjtésnek a szakasza. Az ukránok az elmúlt héten ahhoz a bevett taktikájukhoz folyamodtak, mint Bakhmut bevétele után, a oroszok általi bevétele után 23 májusában. Amikor rosszul megy az ukránoknak a, a, a háború, akkor mindig ilyen látványos akciókban, huszárvágásokba fognak, és hát most éppen annyi történt, hogy az oroszok egy nyeper folyónak a, a jobb partjáról szorították ki az ukránokat. Mindig átküldenek 100-200-500 embert, akik ott megvetik a lábukat, és az oroszoknak mondjuk ez egy-két-három hónapba telik, míg őket kiföstülik, onnan. Most megint egy ilyen szakasznál tartunk, hogy az oroszok megint Krinkinél kiszorították az ukránokat a folyó jobb partjáról. És hát ugye, hogy az ukránoknak ne legyen ez annyira rossz, ezért most megint Belgorod-orosz megyébe indítottak támadásokat, és behatoltak Oroszország területére, fényképezkedtek az helységnévtábláknál, ilyen jippekkel előre mennek, fényképezkednek, és utána amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek is el, hiszen az oroszok nem csak a Wagner csapatait állomásoztatják ott, hanem megerősítették ennek a határmenti térségnek a védelmét, és ugye vissza szorították innen is az ukránokat. Hoztam egy szokásos térképet az Institute of the Study of War oldaláról. Igazából itt annyit látunk, hogy Avdiivkánál lelassult az orosz előretörés, hogy a várost elfoglalták, és ezzel áttörték az ukránoknak azt a védelmi vonalát, amit 2014 és 22 között építettek ki, és hát azt látjuk, hogy az ukránok a második és a harmadik vonalat nem építették ki, hanem nehéz dandárral a 40 es és a 3-as ezredekkel próbálják ezt az áttörést feltartóztatni. Hát meglátjuk ugye az idő előre haladtával, hogy hogyan tudnak ezen változtatni. Ahogy én is most olvasom át az elmúlt időszak eseményeit, ugye eszembe jutott Zaluzsni korábbi ukrán vezékari főnöknek az a gondolata, amit még tavaly novemberben írt a The hogy, hogy ez a háborúnak az a, az a, a, a rákfenéje, vagy ott-ott vagy siklik el ez a háború hogy azért sem tudnak nagyon támadni, mert a műholdak, a drónok, a felderítő repülőgépek annyira belátnak már az ellenfél oldalára, az oroszok is nyilván a nyugati oldalra, az amerikaiak, a britek, aztán pláne az orosz oldalra, hogy amint egy nagyobb csapatösszevonást látnak, mondjuk, mondjuk a front egyik vagy másik oldalán, akkor rögtön a precíziós fegyverekkel oda tudnak pörkölni, és amint mondjuk öt Nél több, vagy akár 10 katona van egy ponton, de már megéri a néhány száz vagy néhány ezer dollárba kerülő drónokat küldeni, és ezt a csapat kisebb össze, vagy egy raj nagyjából, hogy ezt ezt már érdemes egy ilyen olcsó drónnal megtámadni, és a katonáknak egy részét ezáltal harcképtelenné tenni. Tehát igazából ez a probléma a, a, a fronton, hogy hogyha éjszaka össze is vonják ezeket a csapatokat, amint a, a műholdak, a, a felderítő eszközök megtalálják őket, már rögtön küldik is rájuk a HIMARS rakétát, vagy az oroszok a, a a nak az orosz megfelelőjét, vagy az FPV drónokat, és onnantól kezdve ugye már ez a meglepetés hatás, vagy az erőfölény az már megszűnik. Tehát ez, ez nyilván a katonáknak ki kell majd valamit találni. Ja, hát az oroszok azt találták erre ki, hogy légifölényben vannak, ugye az ukránok ezt nem nagyon tudták ellensúlyozni, és az oroszok most továbbra is az, az ukrán légvédelmet ritkítják. Ugye láttuk, hogy például a a, az új ukrán vezérkari főnök nem csak a nehéz dandárokat küldte a frontra, hanem a légvédelmet is, illetve a HIMARS rakétákat is, rakétavetőket is, amiből az oroszok kettőt ugyanúgy kilőttek, mint az Ebremszekből hármat, négyet, és hát bizony az is látszik, hogy hogy a, a, az ukránok, amit elveszítenek most ott Avdívkánál, azzal nem tudják megvédeni a nagyvárosaikat és a kritikus infrastruktúrájukat az orosz légitámadásoktól, és hát az oroszok továbbra is a légifölény fenntartásában érdekeltek ugye ebben ők most jobbak, mint az ukránok. Hát meglátjuk, nagyjából így tudom leírni ezen a héten a front helyzetet, de itt azt érdemes megjegyeznünk, hogy a, a, az orosz elnökválasztás után, tehát inkább várható, hogy az oroszok támadni fognak, amint erre az időjárási lehetőségek, adottak lesznek, lehet, hogy ez akár még két hónap is. És hát közben a másik oldalon sem lazsálnak, itt át szeretnék térni egy újabb témára, ugyanis Macron elnök hát bedobta a malomkövet a pocsolyába, az állóvízbe, amikor azt mondta, hogy hát ő nem tartja elképzelhetetlennek, hogy nyugati katonákat küldjenek Ukrajnába, erről már volt szó a múlt héten, két hete is, de igazából ugye elindultak a találgatások, hogy mit akart ezzel üzenni, hát van, aki azt mondja, hogy ugye Afrikában nagyon rosszul áll a franciák szénája, 14 korábbi gyarmatot, középafrikai országot egyesítettek az úgynevezett francia-frank övezetben, korábban ezt gyarmati franknak hívták, most talán ilyen középafrikai franknak hívják. Ugye ez egy olyan valuta, ami az euróhoz van kötve, korábban a francia-frankhoz, és aminek az afrikai országok a fedezetét a francia nemzeti banknál helyezték letétbe, tehát a franciák köszönik szépen, egész jól el vannak ezzel a valutával, és hát ott a, a közép-afrikai térségből a Sahel övezet, pereméről, tudnak a franciák uránt beszerezni, vagy, vagy más ugye, nyersanyagokat. Nyilván ugye, a gyarmattartásnak az volt a lényege, hogy nyomotáron veszik az, az alapanyagot, vagy a, vagy, a, vagy a félkész termékeket, és hát drágán adják tovább, és a haszon az nem a, 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 az afrikai országokban csapódik le, hanem, hanem a közvetítőnél, esetünkben Franciaországnál. Hát van, aki azt mondja, hogy több száz milliárd euró hasznot tudtak a franciák ezekből az afrikai országokból éven kisajtolni. Hát ugye a többiek szemet vetettek erre. Tíz éve a franciákat üdvözölték ott az afrikaiak, Maliban például felszabadítóként, akik ezeket a hadurakat, meg korrupt politikusokat elzavarták, és hát új politikusokat ültettek ott a helyiek nyakába. Csak a franciákkal az volt a probléma, hogy az elmúlt 10 évben, tehát 14-től mostanáig nem nagyon hoztak jó létet az ott élő embereknek. Ugye ismerjük ezeket a problémákat, Európa körül mindenhol csupa fiatal kontinens van, a lakosság több mint fele 30 évnél fiatalabb, ugye gyorsan szaporodnak, és hát az erőforrások azok nem nőnek úgy, ahogy a lakosság a száma, és a, 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 kezdeti rajongás a franciák iránt átcsapott egy gyűlöletbe, amit persze az oroszok, kínaiak, amerikaiak és mások jól kihasználnak, tehát annyi történt, hogy mikor az elmúlt 3-4 évben az orosz Wagner csoport, megvetette a lábát Afrikában, ugye Líbiában már régóta ott vannak, Haftár tábornok lázadó csapatait segítik az oroszok, a törökök a Tripoli kormányt támogatják, meg az Európai Unió is, ugye a Haftár tábornok csapatait talán két éve majdnem elfoglalták Tripolit, de a török Bayraktár drónok, illetve a törökök által támogatott központi kormány hadserege visszaverte a lázadókat, köztük a Wagner zsoldosait is. Nem baj, mert azért a Wagner ott Libiában ellenőriz egy olajfinomítót, tehát azért rajta tartják a kezüket, úgy mondott, a, a, természeti kincseken. És hát ugye Maliban is megjelentek a, a, a Wagnerék, ez úgy, úgy látszik, ugye, hogy támogatták a hadseregnek a, a Pucsát és például ennek következtében olyan katonák kerültek kormányra, akik kipaterolták a nyugatiakat, köztük a magyar katonákat is, ugye Maliból, a franciákat is, a, a németeket is, a... A, a, a magyarokat, a többi nyugati ö, katonát is, ez ne, nem baj, gondolták, majd átmennek Nigerbe, ami a szomszédos ország, hát ott is történt egy pucs, onnan is kizavarták a, a, a nyugatiakat, köztük a franciákat, és hát ugye ez így megy tovább, Burkina fázóban is, és hát a, a, a térség több országában, ahol a hadsereg pucsolt, ott orosz barát, Kormányok alakultak, azért ez nem jelenti azt, hogy most örökre beleszerettek az oroszokba. Ahogy tíz éve a franciákat köszöntötték felszabadítóként, vagy, vagy a reményeiket rávetítették a franciákra, úgy most az oroszokra vetítik rá a reményeiket, és azt remélik, hogy majd az oroszok által támogatott katonai hungták fognak jobb létet, vagy, vagy, vagy jobb életszínvonalat hozni, hát meglátjuk. Nyilván itt az a probléma, amikor az történik, hogy a katonai támogatásért cserében ezek a zsoldos csapatok ugye rögtön mit kérnek? Gyémántbányát, részbányát, litiumbányát, vagy valamilyen más természeti erőforrást, amit ellenőriznek, ebből fizetik a saját zsoldosaikat, illetve ebből tartják hatalmon a kormányt, csak hát az a kérdés, hogy a kormányhatalmon tartása azt jelenti e hogy a hadsereget megfizetik, a titkos szolgálatot és rendőrséget megfizetik, meg a propagandát, és ez az, ami, amivel hatalmon tartják az új huntát, vagy mondjuk tényleg elindul egy olyan politika, ami azért fölemeli a középosztályt és, és a társadalmi mobilitás csatornáit megnyitja. Hát ha az oroszok sem tudják ezt az általuk hatalomra segített katonai vezetéssel elérni, akkor pár év múlva majd a kínaiakat, az amerikaiakat, vagy ki tudja, kit fog Ugyanilyen felszabadítóként köszönteni, mint tíz éve a franciákat, vagy most az oroszokat. Tehát Macronnak ez lehetett az egyik üzenete, hogy az oroszok már ne terjeszkedjenek tovább Közép-Afrikában, ami Franciaországnak a hátsó udvara, ne tekerjék le a franciák bevételét, mert akkor ugye ez komoly bevételkiesést jelent. Franciaországban. Ja, van egy másik olvasata a dolognak, ami a stratégiai kétértelműség két fogalmával írható le. Ez azt jelenti, hogy ugye, lebegtetnek valamit, ugye Putyin is mindig a nukleáris fegyverek bevetésével fenyeget, ugye ezt aztán kiszervezte Medvegyevnek, az Orosz Föderáció Védelmi Bizottságának elnök helyetteséhez, aki most ő a rossz rendőr, ő az, aki ilyen Dr. Evil ruhában, például ilyen térképeken magyaráz, hogy hogy kell Ukrajnát felosztani, és ő az, aki rendszeresen fenyeget nukleáris fegyverek bevetésével, tehát Macron pedig a nyugati katonák Ukrajnába küldésével fenyegetett, mert vagy betartja, vagy nem, vagy igazat mond, vagy nem. Hát azért persze, akik jobban ért ehhez, és nézik a hadseregek létszámát, azok rögtön elnevették magukat, ugyanis hogyha a francia hadsereget, meg a brit hadsereget, meg a németet is összeszedjük, akkor ezek összesen, ha 20-30 ezer olyan katonát ki tudnak állítani, aki menet kész, és, és, és harcra kész, és, és, hát nekik se biztos, hogy mind tudnak felszerelést adni. Hát most a, ugye, a német hadseregről már tényleg az ember inkább vagy, vagy nem mond semmit, vagy, vagy tényleg csak nevetni tud rajta, tehát hogy tényleg pár napra elég fedés, Verük van, most 23 ezerrel csökkentették a, a keretet, mert nem jelentkezik senki katonának, hát minek a gender wc megvédeni, ugye több fölösleges. Beszéltem én is, hogy Amerikában is hasonló gondok vannak, senki se akar katonának menni, hát ugye a szoknyás admirális az, az ott van, de hát ő, ő nem azért van ott, hogy, hogy, hogy harcba menjen, tehát, tehát, nevetséges ez az egész gender, most, most üt vissza, most nyal vissza a fagyi, hát hátradőlünk, és mondjuk, hogy hát ezt akartátok, akkor most egyétek is meg, de hát szomorú látni, hogy a világnak ezek a nagy Hadseregei, a német, az amerikai hogy lett saját ideológiájának az áldozata, de hát mindegy, a Macron blöfföl, és azt mondja, hogy hát majd küld katonákat, hát nem nagyon tud kit küldeni, és hát ugye most finomított, hogy jó, hát ilyen aknaszedőket küldök, meg meg szanitéceket, hát ugye azoktól meg ugye nem ijednek meg az oroszok, és hát most annyi változás történt a héten, hogy Macron Moldá Moldvába akarja küldeni ezeket a francia katonákat, ugye Moldvának van egy része, Transnistria, ami ami egy ilyen szakadár rész, orosz barát ö, ilyen szakadár köztársaság, amelyet csak Oroszország ismer el, és ott van 2000 orosz katona, de ennek nincsen szárazföldi kapcsolata ö, sem Oroszországgal, sem a tengerrel, tehát nem nagyon tudnak az oroszok oda eljutni, anélkül, hogy Ukrán területen ne mennének keresztül, és hát most ennek a szakadár köztársaságnak az úgymond parlamentje segítséget kért Oroszországtól, és euh, Putyin elnök megígérte, hogy, hogy, hogy ha, hogyha, hogyha az állami duma megvitatja ezt a kérdést, akkor, akkor nyilván hajlandóak segíteni. Ugye így kezdődött Luhansk és Donetsk, illetve később Helsinki és Zaporozsia ukrán régióknak a, az Oroszországhoz csatolása, ezért figyel, fe, figyelt fel rá a világ, és hát talán Macron ezért gondolja azt, hogy ha Moldvába, tehát ez egy volt szovjet tagköztársaság Románia és Ukrajna között, a egy nagy része, hogy oda küld francia csapatokat, akkor az oroszok nem fogják ezt a, ezt a volt szovjet köztársaságot megtámadni, vagy nem sietnek a transznisztriai köztársaságnak a segítségére. De hát ugye az oroszok, ez az egy külön tészta, mert mint mondtam, az egy külön ország, de ugye, hogyha Ukrajnába küldenék ezeket a francia katonákat, vagy, vagy nyugati katonákat, akkor az oroszok megmondták, hogy ugye a nyugati fegyvereket megsemmisítik, ugye a nyugati katonákat is megsemmisítik, mindegy, hogy most egyenruhában vannak-e, vagy, 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 tegnap kibújtak az egyenruhából, és zsoldosként vannak ott Ukrajnában, tehát az oroszok ezt világosan megmondták, hogyha nyugati katonák érkeznek oda a Ukrajna területére, akkor azokat meg, a, Emisítik. Ugye hát most olyan terveket látunk, akár a YouTube-on is vannak ilyen, ilyen, ilyen csatornák, vagy, vagy ilyen műsorok, hogy azt mondják, hogy hát ezek a nyugati katonák nyilván nem harcolni mennek oda, hanem ezt úgy kéne elképzelni, mondják szakértők, hogy mondjuk 1500-2000 vagy 5000 francia katona felvonul mondjuk a Nyeper folyó nyugati partjára, és akkor, hogyha az oroszok előbb-utóbb elérnek mondjuk a Nyeperig, akkor biztos nem mernek átkelni a Nyeperen, mert a túlsó parton mondjuk 1500, 2000 vagy 5000 francia katona állomásodik, és akkor már velük kéne harcolni. Hát ez, ez a terv, nyilván ember tervez, Isten végez, de hát az oroszok megmondták, hogy ha ott lesz ez a 3000 vagy 5000 francia, brit vagy akármilyen katona, akkor ezeket majd ők szépen leszedik onnan. Tehát ilyen szempontból ez az elrettentés, ez nem biztos, hogy, hogy működik, látva az orosz nyilatkozatokat. És hát azt is látjuk, hogy hát ki az, aki oda menne. Tehát, hogy az utolsó So, ukrán utára vonatkozhat Macronnak a nyilatkozata. Ugye azt már sokszor elmondtam, hogy Zaluzsnyi előző ukrán vezékari főnök félmillió katonát kért. Zelenszki most ezt a félmilliót akarja összeszedetni, hát nem sikerül, mert már senki se akar katonának menni. Akik ukránok akartak harcolni, azok már jelentkeztek ugye, akik a fronton vannak, azok azt mondják, hogy ők most már két évet ott szívtak, jöjjenek azok, akik eddig otthon hédereztek, csak hát igen, de akik meg otthon vannak, azok azt mondják, hogy hát ők nem akarnak harcolni, mert a harc az a katonák dolga, hogy akik már ott vannak két éve, igazán maradhatnának még egy évet, két évet, tíz évet, mert hát ők tudják, hogy kell harcolni, és hát ők a katonák, az a dolguk, ők meg mondjuk informatikusok, vagy, 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 vagy szójalatte keverők a, 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 kávézóban, ők nem akarnak harcolni. Tehát nem, nem igazán van már ukrán, aki akarna harcolni, tehát ezért fogdossák őket össze az utcán. Tehát ez az egyik rész, hogy nem jön össze a félmillió katona, nagyjából ilyen 150 ezernél tarthatnak, de kinnal a keservel, és hát ezek sem harcolni akarnak, hanem túlélni. Ugye most azt múlt héten meséltem, hogy most a 100 ezer börtön lakót akarják az ukránok mozgósítani, tehát megint ugyanaz a probléma, hogy akiket börtönbe zártak, többségük dezertálás miatt van börtönben, mondjuk át akartak szökni Moldvába, vagy Magyarországra, esetleg Romániába, és hát ugye ezek nem harcolni akarnak, hiába viszik ki őket a frontra. Ugye ezt tudják az ukránok, hogy beállítják a rádiót a 149200 as frekvenciára, bemondják a volga hívószót, és ez a jele annak, hogy meg akarják adni magukat, és az oroszok átengedik őket, előtte jól lefilmezik őket, hogy ezek se fognak meghalni, és ugye ezzel próbálják az ukránok morálját rombolni, és hát meg hát azzal, hogy bemondják, hogy egy ukrán katonának, meg egy orosz katonának is persze az átlagos élettartama a fronton az egy hónap. Bakmutban Bakhmutban négy óra volt, itt már egy hónapra, egy Hónapra számíthatnak, tehát hogy nem nagyon vonzó, és még van 650 ezer ukrán férfi Nyugat-Európában. Ha ezeket hazaküldenék, azzal még talán egy évet, másfél évet kihúznának. Akik rendszeresen nézik a műsor, tudják, hogy az amerikaiak rászóltak az ukránokra talán már tavaly augusztusban, amikor az akkori ö, amerikai vezérkari főnök, illetve a brit admiralitás vezetője, aki most a vezérkari főnök, rászóltak az ukránokra, hogy ne támadjanak, hanem védekezzenek, mert a támadásnál három az egyben kell túlerőben lenni, vagy kiépített állások ellen hat az egyben, és ugye mire odaérnek a, az ellenséges vonalakhoz, ez a háromból vagy hatból már csak egy marad életben, és ugye akkor még kéne katona, aki kibé kibővíti vagy a mélységben támad, hogy hát ez már tavaly se volt meg az ukránoknál, hogy át tudták törni az első orosz vonalat robotínónál, de hát nem igazán tudtak tovább tovább menni Tokmakig, vagy Melitopolig, ami az azovi partján van, tehát azt látjuk, hogy ha támadnak, akkor ők veszítenek, ezért azt mondták az angol szászok, hogy hát az ukránok álljanak át védekezésre, mert az oroszoknak kell három katonát csatába küldeni, hogy egy odaérjen, és az ukránok így jobban tudnák kímélni a, 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 a katonai erejüket, és hát ez, viszont Zelenszky ugye nem ezt akarta, Zelenszky egyrészt Bakmutnál is támadott, hogy ez egy szimbolikus város, vissza akar a foglalni, Bakmutot dére sikerült is valamit előre törniük, de igazából nem tudták a várost visszavenni. Vagy hát ugye, és hát próbálkozott Zaporozsénál is a Bradley térnél, ott se sikerült, ugye megosztotta az erőit, és hát innentől kezdve Zelenszki most is támadna, mert ugye valamit föl kell mutatni a saját népének, a katonáinak, valami győzelmet kéne mutatni. Az oroszok most bizakodóak, ugye, hogy Avdívkát elfoglalták, tehát most nekik Bakmut után van még egy sikerük, oké, egy 70 ezres város, egy 30 ezres város volt a háború, előtt ez a két település, de mindegy, azért valamit fel tudnak mutatni. Az ukránoknál most nincs ilyen siker, mint mondtam, az, hogy átküldenek néhány száz katonát a Nyeperen, vagy, vagy betörnek Belgorodba egy-két napra, aztán gyorsan elpucolnak onnan, ez igazából csak a egy nap egy hír, tehát ez annyira nem nem, nem, nem valódi siker, ez ilyen pótcselekvés vagy habverés, de, de az ukránoknak kéne valamit felmutatni, és hát igen, Macron arra is üzent, hogyha elfogy az utolsó ukrán, én úgy számolok, hogy ez nagyjából 25 őszére következhet be, annak függvényében, hogy Nyugat-Európából hány férfi tudnak szigorúan jogállami módon, mindig elmondom, hazaküldeni haza vagy kiadni, annak függvényében, akár ez mondjuk még egy kicsit tovább is tarthat, 26-ba is belecsúszhat, hogyha a védekező taktikát folytatnak az ukránok, illetve Nyugat-Európából is még sikerül százezres nagyságrendben hazaküldeni ukrán férfiakat. Tehát eh, itt tart most ez a nyugati katonák Ukrajnába küldése, egy bluff, nyugatnak nincsen, maximum 20-30 ezer katonája van, akiket küldeni tudnának, és hát nyilván az oroszok idézőjelben véletlenül rájuk potyantanak egy bombát, és akkor onnantól kezdve ugye már is ezek a katonák nincsenek, és hát ugye azt is láttuk például a német hadseregnél, hogy ahhoz, hogy egy hadgyakorlaton részt vehessenek, ki kellett pucolniuk az összes raktárat, vagy mondjuk ezelőtt még 5-6 évvel úgy mentek hadgyakorlatra, hogy nem volt fegyvere a tankokban, vagy a páncélosokon, és feketére festett seprűnyelekkel szimulálták a, a, a gépfegyvereknek a helyét, mert egyszerűen annyira nincs felszerelésük. Tehát, hogyha Ukrajnába küldik a nyugati katonákat, ott az oroszok ezeket megsemmisítik, akkor ugye sokáig tart, míg kiképeznek új katonákat, ráadásul az új felszerelésre is várni kell. Egy Leopárt tankra nagyjából három évet, még egy újat leszállítanak. Ugye emlékeztetőül a magyar honvédség talán 2017-ben rendelte meg a Leopárt tankjait, a kettő a Amiket most tavaly ősszel kezdtek el szállítani, tehát látjuk az átfutási időt, és hát ott azóta már sorban állnak más országok is, a hollandok, a csehek, a, a, az olaszok, akik szintén ugye most Leopárt tankot akarnak venni, és hát ha most jelentkezne valaki, akkor lehet, hogy még többet kell várni. Tehát nem csak elektromos autóra kell várni, hanem tankra is. Tehát itt tartunk most. A, ez egy pszichózis. Nyugat-Európában pont azért, hogy legyen kit küldeni, hogy az embereket hűítik, jó jólétet már nem tudnak ígérni, nem is akarnak. És hát főleg azok miatt aggódom egyébként, és ezt őszintén mondom, azon magyar honfitársai, iránt, akik mondjuk katonakorban vannak és nyugaton vannak, azért kezdjenek el azon gondolkodni, hogyha német állampolgárok, akkor most kezdik az embereket hülyíteni, Például a, most jelenik meg a német médiában azoknak a, a, az első közvéleménykutatásoknak a, a a sora, vagy most indul az a sor, hogy a németek fele támogatná a sorkötelezettség visszaállítását. És a Pistorius német védelmi miniszter is mondja, hát a svéd modellt kéne átvenni Németországban is, hogy a 18 éveseknek 5%-át berántják, fiúkat, lányokat egyébként vegyesen, tehát a lányokat is ugye sorozzák, és akkor egy ilyen fél évet, egy évet, egy alapkiképzést kéne teljesíteniük, és hát ugye a németeket be akarják megint hívni katonának, mert nem jelentkeznek önként, és a sorkötelezettséget vissza akarják állítani. Na én azt megnézem egyébként, amikor majd egy migráns megkapja a behívóját, és akkor mondják, hogy hát itt vagy, fizettünk neked lakás, fizettünk neked szociális segét, nyelvtanfolyamot, oké, hogy már itt vagy 15 óta, de nem tanultál meg németül, meg már a tizedik tanfolyamon vagy, vagy minimálbéren dolgozol, akkor most fizesd vissza a és mennyi Katonának. És akkor látom azt magam előtt azt a szír fiatalt 23 éves, és akkor így ránéz a német toborzót, és azt mondja, hogy te hülye vagy. És szerintem azért jöttem el a szír polgárháborúból ide egy jobb életet keresve, egy kényelmesebb jobb életet, hogy most elküldjetek Ukrajnába meghalni. Tehát köszönni szépen, ő nem azért jön Európába, és ez igaz szerintem a franciaországi migránsokra, vagy az angliai migránsokra, ők nem azért vállalják a rizikót, vagy jönnek át a tengeren, vagy a szaharán, hogy, hogy majd elküldjék őket Ukrajnába meghalni, hanem ők ott akarnak jól élni, haza akarnak küldeni pénzt a családjuknak, és, és ott akarnak lenni, és nem otthon Eritrea külsőn, vagy Szudán belsőn. És hát viszont a németeket, meg a franciákat, meg majd szépen elviszik katonának, és akkor maradnak a migránsok. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly feszültségforrás lesz. Na, a német médiában tilos beszélni, mert még olyan kérdéseket tennének föl az emberek a júniusi európai választás előtt, vagy a szeptemberi tartományi választások előtt, amire a német politikusok meg a franciák nem tudnak mit válaszolni. Tehát azt látjuk, hogy jön a sorozás Nyugat-Európában egyre több országban, vagy a Horvátországban visszaállították, Litvániában, Lettországban, Svédországban, és hát egyre több nyugat-európai országban gondolkodnak ezen. Ugye a magyar kormány megnyugtatta az embereket Magyarországon, ugye a magyar kormány nem tervezi, a sorkötelezettség visszaállítását, ugyanis egy nagyon jó modellt újítottunk fel a monarchia korából, a kadét iskolákat. Most direkt utána néztem, hogy a Magyar Honvédség nagyjából milyen 180-200 oktatási intézménnyel kötött szerződést, hogy tanítanak honvédelmi ismereteket, tehát ez, ez egy ilyen, mint egy tantárgy, és igazából a kadétiskolák azt jelentik, hogy a honvédség nagyjából 12 ilyen kadétiskolát akar is, ilyen hadapródiskolának hívták régen, most kadétiskolának hívják, Magyarul itt a fiatalok önként választhatják ezt az iskolát, és szakmát kapnak, honvédelmi kiképzést kapnak, de ezt ők választják, és ahogy néztem a számokat, ha jól olvastam, 7500 fiatal tanul ilyen kadétiskolákban, és nekik nyilván nem kötelező után a katonának menni, de a honvédségnek ez egy nagyon jó utánpótlási bázist biztosít, és hát e, ilyen nyugaton nem nagyon van, tehát úgy értem, hogy Németországban biztosan nincs, más országokban lehet, hogy van, de igazából ez egy olyan dolog, ami biztosítja a magyar honvédségnek a létszám utánpótlását, és ezek a fiatalok ők választják ezt a szakmát, tehát szakmát is kapnak, nyilván utána tanulhatnak a Közszolgálati Egyetemen a Ludovikán, ha tisztek akarnak lenni, de az a lényeg, hogy nálunk ez a módszer, ez, ez biztosítja a, a honvédség létszámigényét, és, és, és nálunk nincs tervben a sorkötelezettség visszalítása szemben például Németországgal. Tehát német állampolgárok készülhetnek arra, hogy előbb-utóbb majd behívják őket. És hát csak így óvatosan mondom, hogy például ugye 18 és 60 év között van honvédelmi kötelezettség. Hát nyilván ugye a legtöbb országban, a németek azért is szeretnék visszaállítani a sorkötelezettséget, amit 2011. júniusában eltöröltek, felfüggesztettek, bocsánat, ugyanis, hogyha valaki nem akar katonának menni, akkor civil szolgálatot választhat, ezt nálunk polgári szolgálatnak hívják. Ugye a német kórházakban, idősek otthonában azért sincsen elég ember, mert 11 óta már nincsenek ott a polgári szolgálatosok, akik olcsó munkaerőként dolgoztak az idősek otthonában, a kórházakban vagy szociális intézményekben. Most ők nincsenek, ugye mások nem nagyon vállalják ezt a munkát, ennyi pénzért pláne nem, vagy úgy, hogy nem tudnak. De most láttam egy riportot a német tévében, és ezzel zárom ezt a blokkot. Képzeljék el, hogy most már az a jellemző, mondjuk Münchenben, vagy a drága városokban, Hamburgban, Berlinben, hogy azért sem tudnak ápolókat találni, mert egy ápoló keres mondjuk 1500-1800 eurót, és csak Münchenben egy lakás az 2000, egy normálisabb, két szobás lakás. És akkor ilyen szolgálati lakások jönnek vissza, ahogy a háború előtt is volt itt Magyarországon is, mondjuk a vasutasoknak volt vasutas telep, vagy a, 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 a köztisztviselőknek volt a vekerlet, Telep, tehát hogy voltak ilyen szolgálati lakások, vagy a bányák építettek, vagy a Mávag például, ugye a Népliget mellett a, a, a Mávagnak volt egy óriási nagy ilyen kolóniája, de az a lényeg, hogy Münchenben mutattak egy, egy ilyen idős ápoló céget, és mondták, hogy hát úgy tudtak ápolót találni, hogyha adnak neki, adnak egy lakást, és nem 2000 euróért, hanem mondjuk 500-ért adják bérbe azt a háromszobás lakást egy az ápolónak és a családjának, és így már el tudta vállalni, hogy Münchenben dolgozzon, mert megoldódott a lakás Kérdése, mert abból a fizetésből, amit tudnak neki adni, nem tudna Münchenben lakást bérelni, és hát ez nem csak neki a probléma, ezek visszaköszönő problémák Nyugat-Európa szerte. Most Portugáliában is volt ugye választás, a jobb oldal ott is megerősödött. Például az egyik probléma az, de Írországról is beszélhetnénk, hogy hogy, hogy, hogy a, annyira kevés a lakás, és annyi ember özönlik be a nagyvárosokba, hogy egyszerűen nem tudnak lépést tartani a lakásépítéssel. Hát meglátjuk. Tehát lényeg az, hogy Macron blöffölt egyet, és hát előbb-utóbb lehívják a blöffét, nem fog tudni katonákat küldeni, vagy ha küld, akkor meg nem fogja tudni megvédeni őket. Ezek nem NATO katonák lennének. A NATO egy védelmi szövetség. Ezek a katonák, hogyha elküldik őket Ukrajnába, akkor a NATO területén kívül lennének, kétoldalú megállapodással, tehát semmiképpen sem NATO katonaként, és így, hogyha rájuk potyan egy bomba, akkor az az ő pehjük volt, és nem a NATO-nak az ötödik cikkejét élesít. Eset. Hát meglátjuk, reméljük, hogy azért nem jutunk el idáig. És hát, hogy ne jussunk el idáig, át is lapozok a negyedik témánkra. Ez a március 15-i megemlékezések sora, és hát a miniszterelnök beszédével szeretném. Kezdeni. Itt egy indexes cikket hoztam, és hát Orbán Viktor arról beszélt, hogy háború vagy béke. És ez igazából az egyik legfontosabb kérdés, nem csak azért, amit itt az előbb a nyugati katonák Ukrajnába küldéséről mondtam, meg a világháborús pszichózisról hanem tényleg azt kell látnunk, hogy, hogy a globalista elitek, főként az angol szászok, akiket a Lamans csatorna meg egy óceán véd meg attól, hogy, hogy ezek a háborúk átterjedjenek a saját területeikre, hogy azt kell látni, hogy a háború sajnos a globalista eliteknek visszatért a repertoáriába, tehát azt látjuk, hogy ez a világháborús pszichózis, ez olyan, mint a színdarabban a puska a falon, hogyha az első felvonásban ott van egy puska a falon, akkor az a színdarab végére biztos, hogy lekerül a falról, és elsül, ezért is nagyon fontos, hogy mi itt Magyarországon a béke pártján állunk, és a miniszterelnök ezt még egyszer aláhúzta, hogy a konfliktusokat békés úton kell megoldani. nagyon jó hasonlatot használt, ugye, hogy a, a, az utazó, ahogy halad előre az úton, találkozik egy emberrel, aki követ tör, és akkor megkérdezi, hogy mit csinál, és akkor mondta, hogy hát követ tör, mert ez a munkája, és amikor kicsit tovább utazik, és egy másik embert lát egy követ faragni, akkor megkérdezi, hogy mit csinál, azt mondja, katedrálist épít, és hát ahogy a, a katedrálisok több évszázad alatt épültek, ugye különböző generációk mindig-mindig hozzátettek, úgy ezt a magyarság történetével állította párhuzamba, és ugye, hogy a magyarok is egy katedrálist építenek, és ez a katedrális ugye a békét szolgálja, mert hát a magyarok Ugye a történelmünk során elveszítettük a, a háborúkat, akár a szabadság szabadságharcot, de a békét megnyertük, és itt egy nagyon jó hasonlatot hozott a miniszterelnök, mi szerint a Habsburgok orosz segítséggel leverték a magyar forradalmat. És itt egy nagyon fontos dolgot mondott a miniszterelnök, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Magyarországot azért tudták a Habsburgok az orosz segítséggel legyőzni, mert a Habsburg birodalom, aminek Magyarország a része volt, szomszédos volt Oroszországgal. Hát ilyen szempontból, ugye, ezért is fontos, hogy Magyarország és Oroszország között legyen egy puffer zóna, egy puffer állam. Tehát például ugye ez is egy ilyen történelmi tapasztalat. De a Habsburgokra visszatérve, tehát leverték a magyar szabadságharcot, de Ugye, amikor a poroszok az orrukra koppintottak Königgrécsnél 1866-ban, akkor utána kénytelenek voltak kiegyezni a magyar elittel, jobban jártak, és a miniszterelnök ezt ajánlja a mostani amerikai, brüsszeli és globalista hatalmi köröknek is, hogy hagyjanak minket békén, fogadják el, hogy a nyugati rendszeren belül az a demokrácia, hogy vannak alternatívák, és Magyarország számos kérdésben egy alternatívát kínál mondjuk a szankciók elutasításával, a háború elutasításával, a migrációs kvóta elutasításával, hát sorolhatnánk még erről, majd még sokszor fogok beszélni. De lényeg az, hogy, hogy hagyjanak minket békén. Ez szerintem egy üzenet is volt Pressman amerikai nagykövetnek, aki tényleg nem nagykövet, hanem inkább egy politikai aktivista. Tehát, hogy ő is hagyjon minket békén, és ne akarjon minket bepofozni abba a sorba, ami ugye a, a háborúhoz áll sorba, hanem mi ugye egy másik sorban állunk, ami a béke, Sora igaz, hogy most még ott kevesen vannak, mondjuk itt a nyugati buborékon belül Ferenc pápa talán, aki a nyugati világban a legkövetkezetesebben képviseli a, a háború lezárásának és a béketárgyalások megkezdésének a, 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 a álláspontját. De hát, hogyha kicsit távolabbra nézünk, itt a nyugati buborékon kívülre, akkor bizony a béke sorában rengetegen állnak, hiszen világszerte a békét támogatja az államok kétharmada, hogy ezt az európai konfliktust, ezt a szláv testvérháborút minél hamarabb. Zárják le. Ezt mondja a világ kétharmada, a globális dél elsőprő többsége, Brazíliától Dél-Afrikán át, Indiáig és Kínáig, tehát a világ elsőprő többsége, az a béke pártján áll, ilyen 30-35 ország áll a háború pártján, hát az USA, Anglia, Franciaország. Tehát azt látjuk, hogy ez az egyik legfontosabb. Ugye Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az árulóknak a sorsa az nem egy hálás dolog, ugye nyilván itt azokra is gondolt, akik, akik például biztatják őt is, vagy Szijjártó Péter külügyminisztert, vagy más magyar kormánytagokat az uniós, vagy NATO vagy más találkozókon, hogy tartsunk ki az álláspontunk mellett, de annyira nem bátrak már, hogy ők ezt a teremben is elmondják, vagy amikor szavazni kell, akkor ők is a magyar álláspontot képviselik, mert azt remélik, hogy ameddig mi ezt nyitva tartjuk ezt az ajtót, mondjuk a Kínával való kereskedelmet, vagy az orosz foszilis energia importját, addig ők is csendben fel tudnak ugrani erre a vonatra. Hát ugye az árulók jutalma mindig a, 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 a tényleg a, a megvetés, hát ugye majd meglátjuk, hogy például Ausztria esetében ez hogy fog kinézni, amikor az osztrákok is otthon mindent elmondanak, amikor szavazni kell, akkor ugye mást tesznek, vagy Szlovákiában, ahol mondjuk 23-án lesz elnökválasztás, ugye ott is meglátjuk, hogy hogy alakul majd a globalisták által támogatott jelöltnek a, a sorsa, aki a Szlovákiát is belesodorta volna a konfliktusba, hogy odaadták szinte az összes fegyverüket, repülőjüket, tankjukat, mindent, és hát most ott állnak szó szerint csupaszon, hogy legalábbis fegyverek nélkül. És a miniszterelnök beszédének egy nagyon fontos része volt a szabadság, hogy a magyarok egy szabadság szerető nép, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mi úgy vagyunk liberálisak, hogy szabad elvűek, vagy még szebben mondva, szabadság elvűek vagyunk, hogy nekünk a szabadság az a nemzeti elixírünk, és hogy a miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy ilyen külföldi befolyástól is mentesnek kell lennünk, a gurló dollároktól mentesnek kell lennünk. Hát reméljük, hogy ezt sikerül a választásokon is biztosítani. Hoztam még egy témát. Egy újabb baloldali párt alakult, Hiába mondja azt Magyar Péter, hogy ő nem akar Gyurcsány Ferenccel összefogni, hogy ő nem akar Orbán Viktorral összefogni. A második, ez már eleve kijelöli a helyét, hogy ugye aki, aki, eleve kizárja a koalíciót az ország legnagyobb pártjával, az leszűkíti a mozgásának a szabadságát, vagy a koalíciós lehetőségeit. Tehát amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nem akar a, a kormánypártokkal szövetséget kötni, akkor ezzel már ugye az ellenzéki térfélre sodródik. Ő megpróbálja magát az ellenzéki térfélen belül abba a halmazba focizni, amelyik nem a dollár baloldal, vagy Gyurcsány Ferenc, mondja, hogy Gyurcsányjal nem. De hát, ha visszaemlékszünk, hát nem ez volt Dávidi bolya is, mondjuk ezelőtt 15 évvel, vagy 18 évvel, és harmadik erőként pozícionálta magát, ugye? Akkor, ha visszaemlékeznek, Bajnai Gordon ugyanígy kezdte, és amikor az ember nézi Magyar Pétert, és fölteszik neki ezeket a kérdéseket, akkor mondja, nem, ő nem akarja magát Bajnai Gordonhoz hasonlítani. Hát persze, hogy nem, mert kiderülne, hogy ugyanaz. Sesko Jedno, mondják a szlovákok. Tehát ha megnézik, Dávidi Boja, Bajnai Gordon, Botka László, Márkizaj Péter, ugyanígy kezdni, hogy ők a gyurcsányjal soha, hogy ők aztán nem baloldaliak, hogy ők jobboldaliak, vagy, vagy szociáldemokraták, vagy ők konzervatívok, ők aztán nem akarnak a gyurcsányjal. is. Hol kötött ki mindegyik gyurcsány mellett? Tehát azt gondolom, hogy Magyar Péter is most nyilván előadja a hattyú halálát, eltáncolja nekünk, elbábozza nekünk, hogy ő középen van, hogy ő csak jót akar. Ezt csinálta a Márkizaj Péter is, be is cumizták elég sokan, ha visszaemlékszünk. 2021. októberére az előválasztás második fordulójára a Márkizaj Péter 180 ezer új szavazót tudott maga mellé állítani, hogy ne a Dobrev Klára legyen a baloldal miniszterelnök jelöltje. Tehát üm, láttuk, ugyanezt láttuk, hogy egyszer volt budán kutyavásár. 12. október 23-án csinálta ugyanazt, amit most Magyar Péter március 15-én. Tehát már Bajnai ugyanúgy megtöltötte, ő az Erzsébet hídnak a, a Pesti híd főjét töltötte meg, ugyanilyen sokan voltak, vagy még többen is talán, és ugyanígy 13 ot mértek neki. Ugyanaz az intézet egyébként, már nem tudom, itt Hannendre értelemben, vagy nyilatkozatokról van szó, vagy közleményekről, vagy valós mérési eredményekről, mert ahogy bajnainak is mértek 13 ot úgy egy idő után az is úgy mond kisimult, és akkor onnantól kezdve már a, inkább az 5 vagy az alatti szám volt az, ami, ami, ami ezt az egynapos csoda várást utána követte. És hát Magyar Péternél is azt látjuk, hogy nagyon szépen, mint Bajnainál, vagy, vagy később Botkánál, vagy Márkizajnál, hogy a gyurcsányal sose, aztán előbb-utóbb majd ki fog derülni, hogy bizony gyurcsányal is. És hát itt Magyar Péternél azt látjuk, hogy, hogy próbál másolni. Ugye ez a talpra magyarok közösség, ez a Fidesz polgári körnek a másolása, az a van egy komoly különbség. Ugye a Fidesznél a polgári körök azok alulról indultak, és egy olyan spontán mozgalom volt, ami a 2002-es két forduló között alakult. A Fidesznek voltak még a második fordulóban jelöltjei, és a, a, az akkori töredezett jobboldalnak a szavazói, MDF-esek, miépesek, KDNP-sek, kisgazdák, tudom is én kik voltak, még akkor rengetegen mdmp sek sokan voltak. A lényeg az, hogy a, a Fidesz mögé, a fidesz jelöltje mögé sorakoztak fel. Tehát volt egy összefogás, hogy nehogy a baloldal jusson újra a hatalomra, és Orbán Viktor nem csinált más, mint ezt a két forduló között kialakult spontán, alulról jövő lelkesedést besatornázta a polgári körökbe. Tehát neki egy, egy, egy élő erőt, egy, egy vibráló, ö, ö, életerős mozgalmat kellett egy olyan formába önteni, hogy az emberek ne engedjék el egymás kezét, és így a pártelitek nélkül tudta azokat a szavazókat maga mögé állítani, aki benne látták a baloldal visszatérésének a, a, fő megakadályozóját, vagy azt a lehetőséget, hogy ha már a baloldal 2002-ben hatalomra került, hogy akkor utána lehessen őket váltani. Tehát ez volt a, alulról jött ez a mozgalom, és azóta ugyanezt látjuk Pepitában, de föntről például, amikor a, a, a Momentum a cselekvés köreit hozta létre. Emlékszik ma még valaki ezekre? Szerintem nem. Vagy például Újhely Istvánra is gondolhatunk, ugye egy korábbi szocialista politikus, hogy azóta kilépett a, a, pártjából, és hát ő, ha jól emlékszem, az esélyköröket hozta létre. Ugyanígy felülről, ugye van egy-két ilyen esélykör, talán egy-egy nagyobb nyugat-európai városban, de hát igazából nem látjuk, hogy ez egy, egy ilyen életerős mozgalom lett volna. Hát ugyanígy Márkizaj Péter is megpróbálta a saját köreit, a kosút köröket. Hát itt is egy-kettő van, nem akarom azt mondani, hogy nincs. Tehát a Facebookon látom én is már kizaj, van Münchenben, néha Berlinben, tehát találkoznak, sörözgetnek, beszélgetnek, de most nem látom azt, hogy ez egy ilyen életerős mozgalom lenne, pláne nem országos. Vagy legalábbis akkor már láttuk volna legalább a 22-es választásnál ezeket, de hát egyiket sem láttuk úgy érdemben. És hát igen, most Magyar Péter is ezt próbálja, miért csinálja ezt? egyrészt egy nap egy hír. Tehát a kommunikációs tankönyv azt mondja, hogy ha most kiállt volna, elmondta volna átolt szettig, mit csinál június 8-áig, holnap a kutya nem lenne kíváncsi rá. Így viszont csepegteti az adatokat, egy nap egy hír. Ugye most bejelentette ezt a mozgalmat, lehet hozzá csatlakozni. Ugye hát meg ráadásul ugye a futóbolondokat tudja hová tenni. Tehát ugye most mindenki, aki le akarja váltani a Fideszt, és már csalódott a, 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 bajnaiban, csalódott a botkában, csalódott a márkizajban, most nála fogja előadni a világ megváltó ötleteit. Ha engedni őket már most a pártjába, akkor az nem lenne túl jó ötlet, így viszont a mozgalom bármikor azt lehet mondani, hogy hát ennyi volt, köszönjük szépen. És tehát ez az egyik. A másik, ugye a mozgalomhoz szívesebben csatlakoznak az emberek, mint egy párthoz, tehát ez is nyilván egy, egy könnyes. úgy hívjuk, hogy a gyenge kötések elmélet, ugye Düverzsének volt ilyen elmélete, Maurice Düverzsének, tehát ez azt jelenti, ugye, hogy az emberek inkább egy, egy mozgalomnak lesznek a tagjai. Hoztam is önöknek a híradó.hu-nak egy bejegyzését, egy cikkét erről, a, erről az ászlóbontásról. Igazából az lát látszik, hogy sokan voltak, ez vitathatatlan, megpróbálja a Márkiza Éter sorsát elkerülni, ugye ott is egy idő után a lájkokból nem lett voks, és hát Magyar Péternek is most pont ezt kell csinálni, érdekes maradjon, szerintem a dollár média már nem sokáig fogja hájpolni, ugyanis mostantól kezdve a baloldaltól fog elvenni mandátumot, ha megnézzük a nyilvánosságra került közvéleménykutatásokat, kiderül, hogy a Fidesz szavazóbázisából nagyon keveset tud kicsípni, pár százalékot, tehát minimális szavazót tud megszólítani. Hát ugye erre mondják, hogy az árulást szeretik, az árulót nem. Ugyanis innentől kezdve, hogy Magyar Péter is beállt a baloldali törpepártok sorába, az azokért a szavazókért tud versenyezni, és a bizonytalanokért. De hát a bizonytalanok, ugye azért is bizonytalanok, mert nem biztos, hogy szavazni mennek. És hát Magyar Péternek nehéz lesz föntartani az érdeklődést, anélkül, hogy konkrétumokat mondana. Ugye szépen visszatáncolt, mint annak idején Simicska vagy Pesti László, tehát itt se látunk érdemi úgy. És hát, amiket elmondott a 12 pontjában, azok leginkább ilyen közhelyek. Tehát már Kunhalmi Ágnes is évek óta követeli az oktatási minisztériumot, amikor volt oktatási minisztérium, ugyanilyen rossz volt az oktatás helyzete, és ugye azóta nem nagyon látjuk, hogy érdemi változás lett volna. Tehát ilyen szempontból nem az oktatási minisztérium kell, hanem olyan programok, olyan tanárok, akik felvállalják az ifjúság nevelését. Tehát, tehát ez nyilván ez nehezebb kimondani, mint egy oktatási minisztériumot követelni akkor egészségügyi minisztériumot is már ezren követeltek előtte, tehát ebben semmi újdonság nincs, olyan, mintha egy chatgpt is ö, semmit mondó szöveg, ö, szöveget hallanánk, ö, tehát minden benne van, ami kell, úgy kerek, de nincs olyan mondat, amit meg lehetne jegyezni, és hát itt, ö, vagy amiket meg tudunk jegyezni, az meg pont azért van, mert az általános iskolai tankönyvekből van, tehát ilyen olvasmány élményeink, mint Ejmi a kő, meg Talpra Magyar, ezek nagyon fontos versek, meg nyilván ezen nőttünk fel, de hát ez ezek, nem igazán rendelkeznek hozzáadott értékkel, tehát Magyar Péter megpróbál ilyen, ilyen, semleges lenni, mintha egy új Netflix sorozatot látnánk, egy streaming sorozatot látnánk, most éppen valaki kiugrott a Fideszből, és szerencsét próbál, tehát tényleg egy ilyen sorozatot, mintha egy sorozatot látnánk, Zelenszky az új Churchill-t el, Magyar Péter meg az új Márkizai Pétert igazából ennyi, ami, amit erről a pártról el lehet mondani, és hát ha megnézzük, leginkább ő is ugyanabba a folyóba lép, mint előtte olyan sokan, Amá említettem Kunhalmi Ágnest, ugye Kunhalmi azzal sírja tele az összes tévéstúdiót, hogy hát ha most nem fognak össze, akkor a Fidesznek kétharmada lesz az európai választáson, és a 21 mandátumból 14-et elvisz a Fidesz. Ugye ez benne van a pakliban, mert ugye az a 47-50 százalékos támogatottság, ami a Fidesznek most a kegyelmi botrány után is megvan, látjuk a számokat a különböző intézeteknél, az most is kétharmad lenne a parlamenti választásnál, és hát igen, hogyha ez át lesz, három hónap múlva átvihető lesz, az európai választásra, ugyanúgy ez a 12-14 mandátum talán most is benne van a Fidesznek. Tehát ezek ilyen szervezési kérdések. És Magyar Péter is miről beszél, hogy egy olyan harmadik erőt akar létrehozni, ami letolja a Fideszt messze a kétharmad alá, hogy majd vele kelljen szövetkezni, és akkor ő majd megmondja, mit kell csinálni. Tehát igazából ezek ilyen szervezési kérdések, a hatalom látszik, hogy már rögtön azzal akarja kezdeni, hogy hatalmon van, és minisztériumokat hoz létre, vagy ő dönti el, hogy ki legyen az a alkotmánybíróság tagja, vagy a köztársasági el. look. De igazából ezek is ugyanazok a, a szólamok, amiket már a többi baloldali pártvezértől is hallhattunk, szervezési kérdések, hatalmi kérdések, anélkül, hogy érdemben más tudna mondani, mi az, amit nem hallottunk, nem beszélt a gender kérdésről, mit gondol a gender vécékről, támogatja ezt az ideológiát vagy sem, nyilván azért maradt csöndben, mert a baloldali szavazókat elriasztaná, akiket most már a, a dollár média nagyjából így ö, érzékenyített, nem beszélt a migráns kérdésről, nyilván itt is ki, ö, szint kéne valami egy csomó olyan kérdésről nem beszélt, ami megosztó, és hát igen, nem tudjuk mi, mi az álláspontja ezekben a témákban, tehát ez is nyilván egy nagy hiátus, ami, ami ott maradt mögötte, és hát igen, majd nyilván egy nap egy hír, csepegteti a híreket, most egy pár napig még ennek a tüntetésnek a fényében napozik, élvezi azt a hype ami most körülötte van, nyilván a baloldali pártok, ahogy kikosarazza őket, mind ellene fognak fordulni, és onnantól kezdve a baloldali média nagy része is elveszíti az érdeklődését a kivéve azokat, akik egy ellenzékváltó pólust akarnak mögé képzelni, vagy belelátni ebbe a formációba. Tehát meg előbb-utóbb megismerhetjük a pártjának a nevét, akkor utána talán a listavezetőjét, hogy kik csatlakoznak hozzá, hogy ki lesz a listavezetője, és akkor már is, ugye ez már egy hónap, és akkor utána még egy-két témát, ha bedob, akkor nagyjából azt remélheti, hogy egy-két százalékot fog kapni. Hát meglátjuk. Erre a témára is majd még vissza fogunk térni, már ha érdemes lesz, és egy-két hét után is ez még egy releváns téma lesz. Azoknak, akik eddig nézték a műsort, megköszönöm a figyelmet, az érdeklődést, és csak arra tudom önöket most is biztatni, hogy gondolkodjanak azon, ami elhangzott, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.